A kő az egy magyarember volt, és ez egy közös ezred volt. Mindig egy cseh tiszt volt a fő, az ezer parancsnok. És ott a kő, őrnagyot, meg kapitány, úgy kezdtük el, hogy az vitt, mint kapitány vitt ki engem. Nem szerették, mert magyar ember volt. Össze is vesztek, mikor a Piavén túl voltunk. Azt mondta, a brigadíros poláknak hívták, azt jól emlékszem, hallotta mindent. Azt mondja, vigyük vissza a ágyukat, amit a tüzek elhoztak. Azt mondta a kő, Herr General, meine Truppe ist eine Kampftruppe. Ne menjenek felé. Azt mondta, az én csapatom, az harci csapat, nem pedig egy munkásszázad. Ott hagyta, tábornoknak mondta ezt. Mi átmentünk, mi a 76-osok azok. Felidézik ezeket az emlékeket, meg nem jó elgondolni. Igen, jó ezred volt, bennünket nincs oda dobtak, ahol legjobban köllött, itt is nekünk kellett áttörni. Át is mentünk. Ez egész fronton azt lehet mondani, a mi ezredünk, hogy ez kiválóan dolgoz. Átmentünk akármilyen nehézség, eddig vízbe összefogózkodva, hol az egyiket emelt, hol a másikat. Megsebesítette az ember, elengedte a kezét, aztán vitte a víz. De mégis átmentünk. És ott annyi olasz fogtunk el, hogy ott a parton ültek százával, azok megadták maguk, azok, mikor kezdték mikor már mi tudtunk küzdeni, akkor azok elfutottak, akkor azok megadták maguk, a gyáva nép voltam az olasz. Annyi állt ott, hogyha ott lett volna egy valami jó tisztjük, összeszedte volna azokat az embereket, bennünket botba vertek volna agyon. Annyira el voltunk mi csigázva oda átmenni, és ezek meg anyja voltak. Volt olyan, amelyik meg itt kapott egy lövést. Mesztelen volt. A lélegzetet vett, mindig kilökte a vért, egy kicsi vér jött ki mindinek. Nem is sikert. Bevágott a kanálbetemet, egyben őket szoktak, úgy mászunk ki a földből. Mégis előre mentünk. Akkor az a kőtábornok azt mondta, gyerekek, el vagyunk árulva. Mert nekünk a stall, meg kellett csinálni ilyen négyszöletes mézből, festékből egy jelet, hogyha a tüzérségünk lássa, hogy mi hol van a mi vonalunk. És pont a vonalunkba lőttek bele, mintha direkt, úgyhogy nem tudtuk tovább menni, mert a tűzés saját vonalunkba lőtt be.